a Mi Hazánk mozgalom elutasítja és ellenzi az úgynevezett oltási igazolvány vagy oltási könyv bevezetését, hiszen egyelőre még nem látjuk a hosszú távú hatásait ezeknek az oltásoknak, nem állt kellő idő rendelkezésre ahhoz, hogy akár a mellékhatásokat megismerhessék, és egyfajta emberkísérlet zajlik jelenleg a világon. De azt most már egyre több szakértő kimondja, hogy folyamatosan mutálódik ez az úgynevezett új koronavírus, és például a dél-afrikai fajtája ellen, mutánsa ellen már valószínűleg ezek az oltások nem lesznek olyan hatékonyak, mint a korábbi új koronavírussal szemben. Hát arra kell felkészülni, hogy folyamatosan kell majd újabb és újabb oltásokat kifejleszteni, vagy úgymond oltakozni az embereknek. Mindemellett azt gondoljuk, hogy ez egy diszkriminatív intézkedés, a diszkriminációt azt elutasítjuk, és kizárólag, csak és kizárólag önkéntes alapon tartjuk elfogadhatónak az oltás felvételét, beadatását, azt nem lehet kötelezővé tenni. Minden ilyen jellegű, ilyen irányú törekvés ellen a Mi Hazánk mozgalom tiltakozik, és azt kérjük a magyar kormánytól, hogy gondolja át újra, és vesse el az oltási könyv bevezetését. Nem lehet ez alapján megkülönböztetni az embereket, ahogy az előbb mondtam, különösképpen amiatt, mert a jelenlegi szakértői megszólalások abba az irányba mutatnak, hogy újabb és újabb oltások kellenek majd, hiszen a vírus folyamatosan mutálódik, és nem ismerjük még a mellékhatásokat sem.